Azt mondtad, nem vagy harcias ember. Ehhez képest ez a nyári szöszeneted azért igencsak megmozgatta az állóvizet, és megkaptad azt, hogy militáns hangvétellel írtál gondolatokat a magyar kultúráról. Igen, kaptam ilyen, nem is tudom, mi ez, kritika, támadás. Egyáltalán nem érzem militánsnak, határozottnak és céltudatosnak, igen. Egy, olyan világban élünk szerintem, de nem hiszem, hogy ebben nagy újdonságot mondanék, amikor, ahol, ahol muszáj, hogy az ember határozottan képviselje a véleményét, meg, a, meg, az álláspontját, mert, mert másképpen ledarálják. És a magyar kultúra tekintetében is azt gondolom, hogy nagyon határozottan kell képviselnünk mindazokat a gyökereket, mindazokat a tapasztalatokat, mindazokat az értékeket, amik, amik megvannak. Ez nem militánság, ez, ez magabízás, ez, ez önbizalom, ez, ez hít a saját magunk értékeiben, nem, nem több ennél, nagyon távol állnak tőle a militáns dolgok. Szabó László a mai Bezzeg vendége, Lentulai Tulaj Krisztián vagyok. Talán a sok sapkát közül, ami idevág a producerkedésed mellett, hogy a Magyar Teátrumi Társaságnak vagy a Titkára, illetve tanácsadója a Nemzeti Színháznak. Azt kell, hogy mondjam, hogy Téged, aki valamilyen módon megismert, tényleg egy, egy ilyen jókedvű, mosolygós, barátságos figurának ismert meg. Amikor azt állítod, Laci, hogy határozottan kell a véleményt képviselni, az azért van, mert többé-kevésbé ezt a fajta közeget, akik mondjuk ehhez az oldalhoz jobban csatlakoznak, azokat elnyomta a, a balliberális kultúrpolitika a rendszerváltozás utáni évtizedben? Ez, ez nem vélemény, ez tény. Persze, ez így van, mert, mert azoknak a kultúra csinálóknak, akik a bal liberális oldalhoz tartoznak, azoknak sokkal erősebb gyökerei voltak a szocialista, kommunista a világból, és ezt átmentették a rendszerváltoztatáson, és, és bár lehet, hogy a politikai véleményük az valamennyire változott, de a kulturális elkötelezettségük az egyáltalán nem. És, és azt gondolom, hogy ha valakinek van, van világos értékválasztás, akkor ezt az értékválasztást, ezt muszáj, hogy egyértelműen és határozottan képviselje is. És, és ha azt látja, hogy más értékválasztás sokkal rendelkező emberek meg, 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 meg ezt megteszik, bármint úgy értve, hogy ők, ők aztán tényleg határozottan, és az ha úgy tetszik, akkor kirekesztően is tudják ezt képviselni, akkor ez még inkább följogosítja a konzervatív polgári oldalhoz tartozókat arra, hogy ők is határozottak legyenek. És ez még egyszer mondom nem lavagolni akarok ezen, ez nem harcosság, vagy nem militánság, ez, ez magabízás. Ugye azt írtam ebben a dolgozatomban, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ez az, ami szerintem a mi kulturális életünket egyfajta vezérvonalként kéne, hogy, vagy vezérlőcsillagként kéne, hogy irányítsa. Mi ebben a militánság? Ez őszintesség, ez ez, 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 maga biztosság, senki nem gondolja a világon rajtunk kívül azt, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni, mindenki azt gondolja, hogy azon, annak a legjobb lenni, amilyen ő. Ha mi nem mondjuk ezt, ki fogja ezt más mondani? Abban az első évtizedében az újkori magyar demokráciának, ahol elég vastagon megmutatkozott a túloldalnak a kultúrpolitikája, meg a missziói is, meg a prioritása is, ott a 20 éveidben jártál. Mennyire, mennyire, tudsz visszaemlékezni, mennyire zavart az személyesen Szabó Lászlót, aki épp, én nem tudom épp akkor mit csináltál, de mennyire zavart ez téged, és hogyha most magabiztosságról, erőről beszélünk, és büszkeségről beszélünk, akkor ott a konzervatív oldal képviselői be voltunk tojva? Nem hát, mert hallatni a hangunkat? Részben be voltunk tolva, részben pedig átöröklődtek olyan struktúrák, olyan rendszerek, amik, amik még ha nem is lettünk volna betolva, akkor is elnyomtak volna bennünket. Minden kulturális intézmény, minden ehhez tartozó forrás, minden struktúra az, az azok kezében maradt, akik 1990-ig a rendszerváltoztatásig azt tulajdonképpen üzemeltették. Ez nagyon ügyesen, taktikusan mentették. Nem lehet ezért kárhoztatni őket. Ott is van egy világos értékcsoport, ott is van egy világos értékválasztás, amelyik megpróbálja megtalálni magának ehhez a forrásokat a pénzt az intézményt, a hatalmat, a médiát, a befolyást. Ez így működik. Ezzel önmagában nem lenne semmi baj. Azzal már sokkal inkább, hogy nem volt abban gesztus, nem volt abban belátás, hogy rajtuk kívül más is érvényesülhessen. És ezt szerintem lehetett érezni a rendszerváltoztatástól kezdődően. És ennek nem csak a kultúrában, hát a politikában is megvoltak ennek a, ennek a, ennek a nyomai. Én valóban a 20-as, amikor, én, amikor a rendszerváltoztatás történt, én egyet volt, a Műszaki Egyetemre jártam, nekem az első nagy rádöbbenés arra, hogy itt valami más történik, az a romániai forradalom volt. Amikor az egyetemen elkezdtünk gyűjteni gyógyszert, élelmiszert, pokrócokat, barátaim vitték le a, a határhoz, és akkor ott megértettük, hogy itt, itt valami teljesen, ne, nemcsak, hogy teljesen más történik, hanem hogy ezt egyébként néhol még erőszakkal is megpróbálják gátolni. És aztán utána a rendszerváltoztatás első éveiben, meg nyilván én akkor hallgató önkormányzatát vezettem a Műszaki Egyetemnek, és hát láttam, hogy hogyan menti át magát akár az egyetemen is az az elit, amelyik 90 előtt vezette az egyetemet, és próbálja már nem Kisszel, már nem pártal, vagy legalábbis nem a magyar Szocialista munkás de hogyan próbálja ezeket a struktúrákat átmenteni. hát riasztó volt. Az első Orbán kormány, 98 és 2002 között, majd a 2010 után következő Orbán kormányoknak mindig a szemét eltakarítása volt a nagyobb probléma, a gazdaság rendbehozása volt a nagyobb probléma és megoldandó feladat. Ezért lehet azt mondani, hogy a kultúrára vajon miért és emiatt került-e jóval később sor. Van-e van -e bármiféle felróhatósága azoknak a kormányoknak, hogy ezzel nem foglalkoztak? És nem csak, nem csak, hogy mondjam, ideológiai szinten, hanem intézményvezetői szinten is ez az átörökül, átöröklődés, átmenekítés, ez, ez nem, hogy nem csak az első évtizedre volt jellemző, hanem, hanem a másodikra is, és még most is megvannak azok a, azok a helyek, pozíciók, ahol még most is tulajdonképpen az a fajta kultúrpolitika dívik a, a helyett, amelyik egyébként misszió szerint vezetné ezt az országot. Hát ennek a legeklatánsabb példája a Színház és Egyetemnek az ügye volt most már két évvel ezelőtt, amelyik, amelyik most hagyjuk is, hogy annak a oktatási szívvonala vagy minősége az milyen volt, de az, hogy ott egyfajta látásmód, egyfajta értékrend tükröződött csak a tanárokban, hát az megint. Fekt tény, ezen, ezen nincs, mit, nincs mit vitatkozni, és jártunk, mennyivel, 30 évvel a rendszerváltoztatás után, amikor ezt ö, sikerült végre egy kicsit diverzifikálni, hogy ilyen nem feltétlenül ideillő szót használják. Nem tudom, hogy nem foglalkozott az első kormány a kultúrpolitikával eleget, azért emlékszünk, akkor volt a millennium Év, 2000. Ö, akkor épült a Nemzeti Színház, akkor indult el a műpa megépítése, számtalan kultúr kulturális beruházása akkor is megvalósult. Inkább talán csak úgy fogalmaznék, nem foglalkozott eleget. Talán kellett 20 év a rendszerváltoztatás után ahhoz, hogy megértse a polgári oldal, hogy a legfontosabb dolog a kulturális politika. És ennek sokféle metszete, a nyelvpolitikától, az emlékezetpolitikáig, az intézmények alapításától, a, az új kulturális finanszírozási rendszerekig, a, a, a magyar kultúra megmutatkozása, megmutatása a világban ez a, szerintem ez a legfontosabb dolog. Ez tart meg bennünket. Itt állunk a Európa közepén egy sziget országként Nem érti senki a nyelvünket, a mi kultúránk az olyan mértéki kapaszkodik mindenfele, hogy valójá, és annyira, annyira szép és annyira összetett, amilyen, amilyen összetettséget szerintem nagyon kevés ország kultúrája tud fölmutatni. Nem tart meg bennünket semmi más, mint a nyelvünk meg a kultúránk. Érdekes az első Orbán kormányra ö, mondott néhány példád, és teljesen egyetértek abban, épületek, intézmények, események szintjén nagyon sokat is tett a lehetőségekhez képest abban a ciklusban az a kormány. De nézd meg, 97-98 elindulnak a magyar kereskedelmi televíziók. Olyan erős agymosással, ö, ha csak a heti hetest nézzük az országban vezető, nem azt mondom, hogy szakmailag csúcson lévő, de népszerűségükben csúcson lévő színészek, újságírók, nézd meg, mit műveltek kulturális szinten a heti hetesben, egy ország nézte azt a műsort, egyébként mindkét oldalról, ott egy elejtett poén, egy mondat sokkal nagyobb súlyal nyomott a latban, mint hogy azt mondod, hogy felépült egy műpa. So, ez szörnyű, hogy kimond, kimondhatjuk ezt, de ez szerintem így történt. Abszolút, egészen, egészen más helyről volt vele. a támadás, vagy a hatalom megtartása. Igen, de két dolgot tegyünk hozzá. Egyrészt, hogy az a heti hetes az, azon az RTL klub, azt hiszem, akkor is így hívták Igen. televízión zajlott, amelynek nem magyar tulajdonosai Igen. voltak, és a mai napig sem magyar tulajdonosai vannak. Ott teljesen más érdekek vannak, más tulajdonosi érdekek vannak. Ezért fontos, hogy a kereskedelmi televíziózásban is legyen magyar tulajdon, ezért volt fontos a TV2 magyar Tulajdonba hozása, mert akkor az érdekek azok hirtelen megváltoznak. És hozzáteszem, az RTL Klub nagyon ügyes volt, a mai napig is rettentő ügyes a sztárépítésben. Abban, hogy azok az emberek, akik éppen ott ültek a heti akkor, vagy hát azóta is látjuk ennek a, ennek a formáit, azok hogyan épülnek föl ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen megmondó emberként, meg ilyen követendő emberként, miközben adott esetben a művészi produktum, vagy az, amire az a halom, amit összehortak maguk alá, alá amire föl lehet állni, és onnan, hogy mondjam, valid érvényes dolgokat lehet mondani, hát az meglehetősen laposka. De nem baj, mert sztárokat lehet belőlük építeni, olyanokat, akiknek egy beszólására röhög mindenki. Én is néztem heti hetest, én is találtam benne vicces dolgokat, mindenki talált benne vicces dolgokat. Bajor Imre rettenetesen vicces tudott lenni bizonyos pillanatokban. Gondolom, vagy, hócipőt vagy, is olvastál, ahogy én persze, is. Ó, persze, hát abban is vannak vicces dolgok. Hát a, persze, nincs ez semmi baj, csak mindig érezni kell azt a határt, ahol, ahol észre kell tudni venni, hogy a hum humor, meg a szellemesség, meg a jópofosság mögött hirtelen elkezdenek más érdekek is ö, működni, és más szempontok is érvényesülni, és elég csak egy beszólás, vagy kettő, vagy egy fél, ami már az embereket nem csak a humor, meg a vicc, meg a szatíra felé tolja, hanem hirtelen ezon is elkezdenek gondolkodni, hogy hát ha most tényleg nem mondok nevet X vagy Y, azt mondja, hogy ez a kormány rosszul működik, már most 98-2002-re, akkor hát az, akkor biztos így van. Hát ha többiben igaza van, akkor biztos ebben is igaza van. Osztod-e azt a nézetet? Még talán azt is mondhatjuk, hogy ez én általános nézet. Főleg 12 év homogén egyoldali kormányzás esetében, hogy a humornak, a kultúrának alapvetően mindig ellenzékinek kell kicsit lenni, hiszen meg kell mutatni, görbetükröt kell adni, aki beül az előadásra, ki elmegy a stand-up comedy aki megnéz egy, egy vicces tévéműsort, az olyan dologgal szembesüljön, ami ellene van éppen az aktás hatalomnak. Azt a kérdést is föltetném, hogy Bödöcs tibor -e az új hofit. Tehát sok minden dolog van ebben a, ebben a kútban, aminek a mélyre tudunk nézni. De hogyha ez így van, akkor nyilván nem az a dolga az Orbán kormány, hogy veszítsel a következő választás, De hogyha mondjuk valamennyire egyetértünk ezzel, a, ezzel az elmélettel, hogy ellenzékinek kell lenni a kultúrának, meg a, meg a humornak, akkor, akkor mi a teendő? Akkor, ah, akkor, akkor hátra ak kell dőlnünk, és akkor, akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor nem vagyunk bosszúállóak, nincs vendetta, gyerekek, csináljátok, amit akartok, mert az se jó. A kultúránk nem kell ellenzékinek lenni, a humornak egy picit mindig igen. Ö Szerintem a Bödöcsben is rettenetesen sok vicces dolog van. Hát én, én tényleg megnéztem az a, a, a előadó esztséit, rettenetesen vicces dolgokat tud mondani, meg előadni, meg parodizálni, tényleg. A probléma akkor van, amikor azt gondolja a humorista magáról, hogy neki neki befolyásoló szereplőnek kell lenni. Hogy az, amit ő mond, az azzal ő, azzal ő, hogy mondjam, befolyásolni, irányítani akarja az emberek gondolkodását. Itt, itt van mindig problema Egyébként ez, ez más, más művészekre is igaz. Amikor a, a művész átbillen, és azt gondolja, hogy az ő művészete már felhatalmazza őt arra, hogy a világ egészéről, és különösen annak a politikai részéről is olyan megfellebbezetetlen véleményeket mondjon, amik, amik, amiket mindenki fogadjon el. Mert hiszen, ha nevetnek a pénpoénjaimon a Búcsú Szent Lászlói festőről, vagy nem tudom, Kocsmárosról, akkor biztos akkor is fognak rajtam nevetni, amikor, és igazat adnak neked, nem vagy elfogadják, amikor én politikár. Itt van a probléma. Ott van a probléma, amikor szereptévesztés van. Nem dolga a, dolga a művészetnek egyébként, hogy a közös dolgainkról, közös dolgaikat megmutassa. Ezzel nincsen semmi probléma. Akkor van probléma, akkor elhiszi a művészet azt magáról, hogy ő, hogy ő tévedhetetlen. Nem az. Bödös Tibor sem tévedhetetlen. Egyetlen színész, rendező, festőművész, harsonás sem tévedhetetlen. Van véleménye a világról, helyes, hogyha ezt a megfelelő kételyekkel mondja el, de ne szerepeljen abban a, abban a, vagy ne keresse magának azt a szerepet, ahol ő tévedhetetlennek mutatja magát. Na nézzük ezt a kiáltványt, amely 13 pontból áll. kettőt emelnék ki, ha megengeded, Laci. Az egyik a hetes, több felhasználót. Nem az a problémánk, hogy ne lenne több kultúrára éhes fogyasztó, hanem az, hogy nem jut el hozzájuk elég kínálat. Hogyan jutunk el több felhasználóhoz? A kulturális értékek előállításakor és bemutatásakor elégtelen vagy nagyon kis figyelem irányul arra, hogy az értékteremtés megléte, ténye, érdekessége, különlegessége, egyedisége hangsúlyt kapjon a felhasználókhoz, nézőkhöz, látogatókhoz, hallgatókhoz való eljutás. A kulturális marketing eszközeinek Használata szigorú elvárást legyen az intézmény vezetők a kulturális értékek előállítói felé masszív kulturális központú média és oktatáspolitika kell, hogy hatékonyan támogassa a fentieket az üzenet pedig, amelyet ezek a felhasználók kapnak, lényege, és magia szerint nem más, mint a következő a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Az utolsó szlogen mind a 13 pontnál természetesen megtalálható. Pusztán az elérés az egy ilyen. Kozínás. nem, az elérés nem, de, az, de nagyon fontos nem. Ugye, hát szerintem te is, meg minden hallgató is hányszor találkozott már azzal a véleménnyel, hogy milyen szörnyű dolog, hogy a gyerekek csak nyomogatják a telefonjukat, és hogy nem, nem tudom, mit csinál, fociznak, meg nem járnak a társaságba, meg, meg, meg nem beszélgetnek egymással. Ez, te, ez így van, de ezért tenni kell, hogy ez ne így legyen. Ez nem, nem, nem sopánkodni kell ezen, hanem meg kell találni a módját annak, hogy alternatívát lehessen nyújtani. És én azt állítom, hogy a magyar kulturális élet az rettenetesen sok színű, és abban rettenetesen sok érték van, és, és számokat tudok arról mondani, hogy ha valaki egy adott este el akar menni mondjuk Budapesten egy kulturális eseményre, akkor mennyit talál? a mozitól, a színházon át, a kiállítástól, a koncertig, a cirkusztól, az operáig. Rettenetesen sokat, de valahogy mégsem érjük el, el elég hatékonyan a potenciális felhasználókat. 2022-t írunk, kettessel kezdődnek az évszámok. Tessék szíves lenni a kulturális intézményeknek, megtalálni annak a módját, hogy hogyan jutnak el hozzájuk. Aki azt hiszi, hogy azzal elvégezte a feladatát, hogy minőségi kulturális terméket létrehozott, aztán majd legyen kedve szívességet tenni a néző, hogy eljön és megnézni, megnézi ezt, vagy elolvassa, vagy meghallgatja, vagy nem tudom micsoda, az rossz úton jár nem ezt a világot éljük. Azt a világot éljük, ahol muszáj oda elmondani a képébe vágni, a valamilyen csatornán elérni őt. Nem csak a digitalizált az, az nyilván egy fontos része ennek, hanem sok minden más módon, az oktatáson keresztül, a médián keresztül, a közterületeken keresztül, sok minden módon ezt meg kell tenni. Az a helyes kulturális politika, én szerintem, ami a kulturális termékeket előállítókat, jelesül leginkább az intézményvezetőket, rászorítja erre nem elég megtenned, meg létrehoznod, leszel kedves megtalálni hozzá a néződet is. Ez pusztán szándékkérdése, Laci, vagy mondhatja neked azt egy egyébként már ebben a korban élő nem őskövület intézményvezető, hogy hát figyelj, akkor én marketingre hagyományos módon nem költök, Facebook és Instagram hirdetés nekem tökéletesen megfelel. Működhet, de nem biztos, hogy mindenkihez elér, akihez szeretnéd. Hát tessék szíves lenni, kreatívnak lenni. Tessék szíves lenni, megtalálni azokat a formákat, amik 2022-ben működnek. Tessék szíves lenni, tudomásul venni, hogy sok a, sok a rivális, akiket, akiket le kell tudni nyomni. Már hirtelen én militáns leszek már mindjárt. Tehát, hogy azokat a... azokat a azokat a konkurenciákat, amik nem feltétlenül értéket ö, ö, továbbítanak a számukra. Én szerintem az a jó kulturális intézményvezető, aki azt is érti, vagy arra is fordít figyelmet, hogy mindaz az érték, amit ő teremt, az megfelelő táptalajra hújjon, megfelelően eljusson az emberekhez. Azért önmagában ne csináljunk színházi előadást, filmet, koncertet, kiállítást, mert az olyan jó, azért csináljuk, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy erre az emberek tényleg el akarnak, és el tudnak jönni, és hogyha ott vannak, akkor az tetszik nekik. És szerintem erre nyitottak vagyunk. A magyar az rettenetesen kultúra szerető és befogadó ember, és örömmel, örömmel vesz minden ilyet. Csak közben, még egyszer, 2022-t kezdtünk el írni, vagy a 2000-es éveket, vagy a 2020-as éveket kezdtük el írni, amikor ezeket az eszközöket nagyon határozottan és nagyon agresszíven használni kell. Szörmentén ugyanehhez a ponthoz egy picit más megközelítést hagy tegyek neked, és egy picit személyes is lesz. Itt ülünk a Karcefem rádióban. Majd hogy nem hálózatba kapcsolásokkal, szinte országos lefedettséget tud már ez a rádió az elmúlt évek alatt produkálni. Azonban egyértelmű, hogy azokat a politikai tartalmakat szeretik jobbára fogyasztani a hallgatóink, akik egyébként a cégcsoportba tartozó hírtelevízió és magyar nemzet tartalmait is szeretik fogyasztani. Egyéb más tartalmaink viszont ö, szintén nagyon értékesek. Rengeteg kulturális műsorunk van, ö, rengeteg rétegzenei műsorunk van, és olyan ö, magazin jellegű műsorok, amelyek az emberek ügyes-bajos dolgaira <coughs> foglalkoznak. Azok már nem biztos, hogy akkor a hallgatottságot tudnak produkálni. Miben kell szerinted a sikert mérni? És még egy kérdés ehhez, ami már nem. A Karcefemtől indul, a közszolgálatnál is mérnünk kell le ebben a modern versenyző, versengő világban a nézettséget, mert akkor ilyen alapon a Forma 1 és a foci WB meg az Olimpia fogja hozni az MTV-ának a számokat, és rengeteg olyan értékteremtő műsor pedig bőven az alatt a kívánalom alatt lesz, hogyha nem tudom én egy. egy olyan ember, aki csak a nézettségben hisz, azt mondja, hogy hát akkor bocsánat, hogy akkor ezekre a műsorokra nincs szükség. Szükség van -e ezekre a műsorokra, ezeknek a műsoroknak a támogatására az államnak be kell lépnie, és mindenhol nézettséget és hallgatottságot és olvasottságot kell elvárni. Bonyolultan tettem fel a kérdést, de bizonyára érted. Biztosan soha nem fogják annyian hallgatni a Karcefem kulturális műsorát, mint amilyen hányan megnézik a foci VB döntőjét, a... A nem tudom, M4 sporton. Ö, egész egyszerűen azért, mert sokkal nagyobb az a populáció, amelyik érdeklődéssel viseltetik mondjuk a foci VB döntője iránt, mint egy, mint egy koncert beharangozója iránt. Ö, de ettől még nem kell ezt feladni. Szerintem az igazság a kettő között van. Az igazság ott van, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem számít a nézettség, meg nem számít a hallgatottság, mert hogyha olyan rózsaszín magas kultúrát közöttitek, akkor az nem érdekes, hogy az csak tizenketten nézik, meg hallgatják. Ez nem igaz, mert, mert nem igaz, mert nem így működik a média világa szerintem. De az sem igaz, hogy meg kell próbálni azokkal a rettenetesen populáris és rettenetesen közkedvel tartalmakkal versenyezni, amelyekkel úgysem lehet versenyezni. Ez meg kell tudni találni a, a, helyes, a helyes arányokat ebben is. És, és egy olyan világot élünk, sajnos már 30 éve Magyarország, nem tudom, vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy nem, hogy sajnos, amikor a politikai történések, azok, azok rettenetesen érdeklik az embereket. És, és nyilván ebből, ez, ez sok mindenből fakad, sok minden, fakad abból a, abból a harcos politikai világból, ami Magyarországon van, ami egyébként szerintem nem érdemben más, mint más országoknak a politikai világot, csak nekünk ez még mindig szokatlan a rendszerváltoztatás után. Fakad abból, hogy, hogy, hogy ez a politikai világ, ez kitermelt olyan, bocsánat, az így megfogalmazásni, olyan negatív celebeket, akik, akiknek, a, akiknek, hogy mondjam, akik olyan megosztó személyiségek lesznek, lettek, hogy azok, hogy azok óhatatlanul figyelmet keltenek, de ettől még nem kell feladni azt, hogy van dolga a médiának, a karcefemnek is, a közszolgálatnak is abban, hogy megértse, hogy a megmaradásunk, a fejlődésünk, az előrelépésünk záloga az, hogy tudjunk arról beszélni, hogy miért a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Tízes. Kulturális inkubáció. A Nemzeti Kulturális Alap NKA a feladata meg kell, hogy változzon. A különalkus, rejtett költségvetéspótló működési modell helyett a feladata a kulturális inkubáció legyen. Meg kell találnia azokat a kulturális kezdeményezéseket, amelyek sokra hivatottak, de gazdasági és szakmai támaszra szorulnak. Mentor intézményként kell működnie, segítenie kell felnevelkednie a sarjadó termékeknek, a Felnevelkednie a sarjadó termékeknek, azoknak, amelyek úgy gondolkodnak, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Laci, rengeteg olyan zenész barátom van, akiknek nem adatott meg, hogy mondjam, az a fajta egyrészt tehetség, és nem feltétlenül szorgalom. Másrészt az a kegyelmi állapot, hogy megtöltsenek egy paplászló Budapest-bortalénák. Ezek az emberek iszonyatosan sokat köszönhetnek az NK-nak, hogy lemezük jelenhetett meg, és már nem rossz zenekarokról van szó. És itt a folkzenétől a könnyűzenén át, pop és rockon át rengeteget mondhatunk, hogy koncertjeik lehetnek, és lemezük lehet. Mit értesz különalkus, rejtett pótló működési modellen, és mi volt akkor ezzel az egésszel a baj? A Nemzeti Kulturális Alap működését jogszabályok rögzítik, a Nemzeti Kulturális Alap működése megfelel ezeknek a jogszabályoknak. Én arról beszélek, hogy szerintem 30 évvel a rendszerváltoztatás után, amikor létrejött a Nemzeti Kulturális Alap, azt 1992-ben jött létre, tehát pont 30 éve, azóta teljesen más módon kezdett el működni, és teljesen más finanszírozási modellt kíván meg a kultúra. Akkor, 90-es évek elején az új kulturális finanszírozási rendszer kialakulatlan volt, nem voltak meg benne a prioritások, nem voltak meg benne a rendszerek. Azóta ez megváltozott. Az állam egy kifejezetten átlátható, világos, értelmes finanszírozással látja el a kulturális intézményeket. Én arról beszélek, hogy az nem helyes, hogy ma, 2022-ben a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül olyan intézmények is kapnak finanszírozást, amelyek egyébként az államtól normál úton is kapnak ilyeneket. Ez nem helyes. A Nemzeti Kulturális Alapnak azokat a könnyű zenészeket, festőket, amatőr színjátszó csoportokat, kamarazenekarokat, tudom én, milyen néptáncköröket, bármiket kell megtalálnia, akikben észreveszi a minőséget és a szunyadó tehetséget, és azokat is, akiknek a, a művészeti irányultsága, a művészeti krédója, az valójában valószínűleg nem fogja elvinni őket a paplászló sportarénáig, mert nagyon sokakat nem viszel a paplászló sportarénáig, részben talán azért is, mert nincs bennük annyi szorgalom, részben talán azért is, mert nem kapják meg a szakmai segítséget, meg a gazdasági segítséget hozzá, a fenet ugye ezer oka van ennek, de ettől még értékesek. És én azt mondom, hogy szerintem érdemes volna végig gondolni azt, hogy a nemzeti kulturális alap az teljes egészében álljon át egy ilyen, egy ilyen tehetségmentoráló, felkutató, támogató működési modellre. Nem kell a kőszínházaknak pénzt adni a Nemzeti Kultúrás Alapból, hogy nagyon explicit módon beszéljek, mert kapnak az állam költségvetési forrásaiból. Nem kell azoknak a fesztiváloknak támogatást adni belőlük, amik egyébként az állam fesztivál támogatási köréből pénzt kapnak. Mert ez csak költségvetéspótlás és pont, pont azoktól veszél a pénzt, akik meg egyébként normál úton nem kapnak ilyet, csak az NK-ból kaphatnának, mert az NK-nak szerintem még egyszer az, annak a feladatnak kell megfelelni, amit te is mondtál az előbb, amikor összeáll a garázszenekar, és van egy kuratórium, ahhoz eljut ez a lemez, vagy ez az egy darab felvétel, és azt mondja, hogy ezekben a srácokban van valami. Adjunk melléjük egy szakmai mentort, adjunk nekik pénzt arra, hogy föl tudják venni azt a másik három dalt, és ki tudják rakni a Spotify-ra, Hát, ha áttör ez a dolog, adjunk nekik lehetőséget a médiában való megjelenése, és 100-ból 99 soha nem fog eljutni a paplászló sportarénáig. Mert egyszerűen nem így működik a kultúra világa. Ne, ne, nem lesz mindenkiből, nem tudom, én most direkt nem mondok neveket. Uh, Uh, szóval, uh, szóval ezt mondom, hogy ezt, ezt á, á, és én nagy leményeket fűzök ehhez a kor, kulturális kormányzathoz, amelyik most hivatalba lépett, azért, mert úgy hívják a minisztériumot, hogy Kulturális és Innovációs Minisztérium. Én másképp neveztem Én volna. Én hogy nevezted volna. Én el. úgy hívtam volna, hogy jövőügyi minisztérium. A Vén Grecki, a világ egyik legjobb, vagy talán legjobb jégkorongozóját egyszer megkérdezték, hogy hogy lett az a világ És azt mondta, hogy jégkorong egyszerű játék, nem oda kell kocsiázni, ahol a korong van, hanem ahol lesz. És szerintem ez a dolga a jövőügyi minisztériumnak, hogy ne, ne, rájöjjön, hogy hol lesz a korong, és azt támogassa, hogy minél többen eljussanak oda, ahol a korong lesz. És ez szerintem az, amit én leírok itt, azt szerintem most meg tud valósulni ebben a minisztériumban. Ha már jövőügyi minisztérium, akkor hadd emeljek be az ember a film idő paradoxont. Ha már átkozzuk a kommunizmust, főleg a kultúr részét, ha már átkozzuk egy picit a rendszerváltoztatás majd, hogy nem első két évtizedét, és azt a fajta lassúságot, amivel talán valami fajta átmosódás és egyensúly helyzet kialakulhat most már lassan a mi életünkben akkor azok a nagyítóval járó mentorok, azok a jó antennával rendelkező egykori, mai rockzenészek, popzenészek, néptáncosok megvannak, Laci. Tehát azt mondod, hogy keressük meg inkubátor hozva azokat a fiatal de akkor tehetséges -e akár a mi generációnk, a 40 és a 60 közöttiek, ők meg vannak, akik pont ezekben az átkos évtizedekben szocializálódtak? Ő náluk ott van, bizonyára ott van, csak elegendően vannak-e, hogy megtalálják a fiatalokat? Nem tudok erre neked egyértelmű választ adni, mert ilyen mélységig nem ismerem a magyar kulturális érzetet, hogy most a néptáncban, meg a baletben, meg a komoly zenében is megvannak ezek. Azokban a területekben, amit ismerek, azokban a területekben szerintem megvannak. Én most csináltam egy felkérése, egy interjú sorozatot, életút interjú sorozatot nagy rockzenészekkel, magyar rockzenészekkel. Demjéntől, Charlie-ig, Kordától, Soltész a Szikorától, a, a, a franrej sok mindenkivel. És mindenkivel beszélgettünk erről egy kicsit, hogy, hogy mindazt a tudást, azt a tapasztalatot, amit ők összegyűjtöttek, aminek van politikai része, aminek van műszaki része, aminek van, van management része, azt ők, azt ők átadnák. És a, a legtöbb, sőt, mind azt mondta, hogy boldogan, Hát ők, 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 ők szeretik ezt a világot, ők ebben, ők, hát ez, ez, tette őket valakivé. Miért ne akarnák ezt e, átadni? És biztos van erre jó példa. Német Loizi, a, 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 bikini basszusgitárosa és vezetője, man az Artisius elnöke. Biztos rengeteget tud segíteni azoknak a fiatal zenészeknek, akik, akik ma könnyű zenével próbálkoznak. És nagyon öröm volt nekem legutóbb ott lenni az Artisius diátadó gálán, és látni, hogy a Carson Koma díjat kapott nem vagyok egy nagy Carson rajongó, de értem, amit a Carson akar csinálni. És nagyon respektálom azt, amit ők csinálnak. És tök jó, hogy ilyenre van példa. Még többet, még többet, még többet. Neveket fogok neked mondani, nem szeretik ezt a játékot a vendégek, ritkán is élek vele, nálad meg merem kockáztatni. Az első dolog, ami eszedbe jut róla, akár egy szó, akár egy tőmondat, vagy egy nagyon... Rövid... Cs csak nagyon röv röv legyen, mint a Skyfall van, James Bond. <laughs> Akár egy nagyon röviden megfogalmazott, összetett mondat. Alföldi Robert. Nagyszerű színész, közepes rendező, rossz színházigazgató. Vigyánszki Attila. Nagyszerű rendező, Ö, korunk legnagyobb rendezője, elképesztő látásmóddal, és, és kiváló ember, személyes jó barátom, talán mondhatom ezt. Puskás öcsi? Hát, Puskás öcsi, Puskás öcsi. Puskás öcsi, nincs mit mondani. Puskás öcsi mindent kifejez, amit, amilyenek mi magyarok vagyunk, vagy lenni szeretnénk. Hazaszerető, bajtársias, csibész vagány, aki, akinek megadatott sok-sok hányatatás után, hogy Magyar Földbe tevessék el. Eszenyi Enikő. Én nagyon megosztó személyiségnek látom, rettenetesen szerettem színészként, ö, hosszú éveken át minden előadását megnéztem, ö, és szembesült azzal pár évvel ezelőtt, hogy egy picit kibeszél a baloldali kánomból, és megölik. Presszer Gábor nagyszerű zenész. Nem vagyok LGT hívő, ezt, ezt könyv hogy mondjam, hogy nem, nem, valahogy engem az LGT zenéje igazából nem, mikor ne, ne, rettenesen elismerem, természetesen. És volt módom egyszer a presszer felkérésére egy LGT koncert előtt, valahol a Balatonnál volt, ilyen vorma bulit csinálni, és LGT slágereket, meg ilyen remixeket játszani, hangulatba hozni a közönséget vele, és akkor elmélyültem az LGT életműben. Személyesen nem áll közel hozzám, de nagyon, na, hát az tehát korszakos figura. Szörényi Levente. Még korszakosabb figura. Az szerintem, amit a Szörényi-Bródi páros csinált az Illéssel, a fonográffal, az István a Királyjal, az akkor világszínvonal volt sőt, a világszínvonalnak is a topja, Ö, egészen, egészen lenyűgöző életmű, és egészen lenyűgöző, lenyűgöző zenei és, és hangszeres tudás. Nem is csak a szörényinek a, a, az előadói, de sokkal kevésbé ismert ma még szerintem az ő produceri tevékenység, amit majd egyszer föl kell dolgozni. Hány lemeznek, hány koncertnek volt ő a zenei rendezője, lenyűgöző a szövegíró Bródi. És a társadalomkritikus kritikus politizáló Brody. Hát igen, elválasztható-e? Elválasztható-e a zseniális szövegíró, és elválasztható-e a, hát teljesen, hogy mondjam, hát fixált ö, ö, ö társadalom politikus, vagy nem is tudom, egy közéleti személyiség. Most láttam egy plakátját, ahol hirdeti a koncertjét, ami talán jövő tavasszal lesz, ahol áll Bródi János és egy nemzeti színű gitársz, gitár, hogy hívják ezt, a, ami tartja a gitárt? A, a pánt. Igen, a pánt van rajta. Kicsit meg is lepődtem. Vejszer Alinda. Hát Alindával személyesen volt, sokszor dolgoztunk, volt közös, közös dolgunk. nagyon tehetséges televíziós, televíziósnak tartottam és tartom. Ő is az a típusú, akinél nem pontosan értem, hogy miért látta szükségét újságíróként annak, hogy ő úgy gondolja, hogy neki, hogy neki ilyen közéleti megmondó embernek kell lennie. Azt, hogy neki van véleménye, az természetes. Az, hogy ezt adott esetben még a, még a műsorain keresztül is érzékelteti, még ez is természetes, de hogy neki ilyen megfelelbezhetetlen kinyilatkoztatásokat kell tenni, ezzel én nem értek egyet, de nem vagyok senki elvészre. Nem fogod megúszni. Rapport Richard. Rapport Richard korunk egyik legnagyobb sakkozója. Egy, egy rettenetesen tehetséges sakkozó, aki, 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 nem a mi világunkban él, nem a mi galaxisunkban él, a mi koordináta rendszereinkkel értelmezhetetlen az ő, az ő, léte, az ő viselkedése, és egy súlyos hibát követett el szerintem akkor, amikor nem pusztán csak elfogadott egy szponzorációs támogatást, hanem belement abba, hogy, a, hogy azt a zászlót, a magyar zászlót is feladja, ami alatt ő sakbajnok, sakkolimpiai ezüstérmes lett, nagyon, kudarcos történet ez nekem. Fáj ez nagyon, Laci? Nagyon fáj, nagyon fáj. nagyon fáj, mert azt gondoltam, hogy azt gondoltam, hogy odáig nem szabad eljutni. És bizt, talán, talán, mi is hibáztunk, vagy én is hibáztam ebben, de, de mégis azt gondoltam, hogy odáig nem lehet eljutni, hogy egy magyar ember, magyar születéssel, magyar szülőkkel, magyar állampolgársággal pusztán a szponzorációs megállapodásában azt is elfogadja, hogy az ő neve mellett Ma reggel kérdeztek egy, egy, interjúban erről, és tulajdonképpen ezt akkor fogtam fel én is, hogy azt akkor jól értik, hogy az fog történni, hogyha ő megnyer egy sakversenyt, akkor a román himnusz fog szólni, és nekem is most először esett le, hogy ez szívszorító. A bezzeg végén, köszönöm egyébként az őszinte szavakat, a bezzeg végén van egy állandó rovat, Melyben két kérdést kap, ugyanazt a kérdést kapja mindig a vendég. A két kérdés a következő, egyben teszem fel neked. Nevezzél meg olyan kormányzati intézkedést, amely. Ö amelyet kritikával illetnél, vagy egy olyan kormányzati intézkedés, ami még nem történt meg, de meg kéne, hogy történjen. Tehát valami fajta kritikát fogalmazzál meg. Pont azért érdekes, mert hogy ezt azért találtam ki, hogy ezt a buborékot, amit a mi táborunkra is aggatnak, ne csak mindig a gyönyörű és a szép dolgokról beszéljünk. A második pedig, hogy a túloldalról nevezzél meg olyan közéleti embert, gondolkodót, politikust, újságírót, akivel nem értesz egyet a világ dolgaiban, nagyon nem. De valami miatt tiszteled, elolvasod, meghallgatod, nagyra tartod. Az első, vagy a kérdésed első részére egy picit, ha szabad, generálisabban válaszolnék. Nem akarnék konkrét intézkedést megnevezni, ennél generálisabb kritikán van, ha úgy tetszik. Én azt hiszem, hogy gondolom, hogy a kormányzatnak lényegesen több energiát kellene arra fordítani, és megtalálni ennek a formáit, hogy a kormányzati intézkedések mögött lévő logikákat, a mögöttel lévő folyamatokat elmagyarázza. Az emberek, az emberek akarják ezeket érteni. Most ott voltam a Transit fesztiválon, hallottam Rogán Antal majdnem másfél órás előadását arról, hogy csak gazdaságpolitikáról beszélt. Energiaárakról, háború befolyásolta, gazdasági folyamatokról. Ha bárki leülne és hajlandó lenne ezt a másfél órát meghallgatni, szerintem nagyon sokan, nem csak kormányjal egyetértők, hanem a kormányjal kritikus emberek, mindjárt másképp látná a világot. Szerintem sokkal több energiát kellene fordítani arra, hogy a, 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 a folyamatok, vagy, a, vagy a, a döntések mögött lévő folyamatokat meg kell, meg kell értetni az emberekkel. Most mondhatnám egy kicsit populárisabban is, hogy többször kellene nagykorúnak tekinteni bennünket. A kérdésed második része, hogy a, hogy a idézőjelben másik oldalon na, na, nagyon sokan ilyenek vannak. Minden Tamás Gáspár Miklós publicisztikát elolvasok alig értek belőle valamit. ha mit értek, azzal is nehezen értek egyet, de az a stílus. Lehet, amit az nem a... értesz, azzal egyet érteni. Le. Az a, az a szóhasználat, az, a, az az ízlés, amivel ő sokszor ír, az, az, az nagyon, nagyon rettenetesen tetszik nekem. És, 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 nagyra becsülöm, hogy ő ebbe energiákat, energiákat fordít. Ugyanígy a Puzsérral, hogy nagyon kevés dologban értek egyet vele, de az egy, az egy írás minőség, amit ő letesz, és ez egy publicisztikai minőség, amit ő letesz, amit ő letesz az asztalra, rengeteg dologban gyökeresen ellenkezőt gondolok, de azt gondolom, hogy helyes, hogyha valaki minőségi módon tudja ezt megfogalmazni. Láttam most megint a tranzitatérek vissza a Csák-Hiller vitát. Hiller István régóta idézőjelben a kedvencem. Szeretem, ahogy a Hiller érvel. Rendigetek dologban nem értünk egyet, de azt gondolom, hogy neki van egy konzekvens látásmódja, egy kompakt látásmódja, amit tisztelni kell, és el kell fogadni, hogy ő így látja a világot, és meg kell próbálni érvekkel ö, ö, vitatkozni vele, és azokban a dolgokban, amiket jól mond, azokban a dolgokban egyetérteni vele, és amikben meg nem, ott pedig fel kell tudni venni a vitát, hogyha már mindenféleképpen egy személyiséget akartál hallani. Szabó László, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és elfogadtad a Karcefem szerkesztőségének a meghívását. A bezzeget látták, hallották. Köszönöm szépen mind a rádió hallgatóknak, mind pedig a YouTube csatorna nézőinek a figyelmet. Lentulaj Krisztián voltam. Viszontlátásra, viszont hallásra. Sziasztok!